Októberben is bárki segíthet véradással. Székesfehérváron a központi vérelláton kívül ezúttal három helyszínen várnak minden 18 és 65 év közöttit. Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint a vér nélkülözhetetlen az életmentésben, gyógyításban, azonban a véradás során levett vérből előállított készítmény csupán öt napig használható fel, így fontos ezek folyamatos utánpótlása. A nők egy évben legfeljebb háromszor, míg a férfiak ötször adhatnak vért. A feltétel csupán annyi, hogy a test testsúlyuk elérje minimum az 50 kg -ot. Legközelebb, október 13-án pénteken a Fehér Palota üzletközpontban lesz lehetőség véradásra, 13 óra 30 perctől este fél hatig, majd október 16-án hétfőn a Köfén Művelődési Házba várják a segítő szándékúakat délelőtt 10-től délután 5 óráig, míg október 26-án csütörtökön a Castrum Hotelbe szerveznek véradást 2-től egészen 17 óráig. Az időpontokra és helyszínekre az országos vérellátó szolgálat honlapján lehet regisztrálni.